roppant csalódott vagyok, ezt elrontottuk, vagy elrontottam, ezt egyértelműen vállalom. Hiányzott a végén az a gyorsaságálló képesség, amit versenyek előtt kell gyakorolni, illetve érdemes gyakorolni. Nyilván a világbajnoksággal kapcsolatban kettős érzelmeim vannak, hiszen van egy világbajnoki 6. helyezettem a leghosszabb távon, de egyértelműen az volt a célom, hogy 400 versen bekerüljünk a döntőbe, ami azt gondolom, hogy nem is kellett egy nagyon nagy idő. Ha csak a legjobban hoz 2 másodperccel jövök jobbat, vagy csak a Rio olimpiát elért eredményemet megismétlem, akkor simán döntős vagyok. Úgyhogy én csalódottan zárom azt a világbajnokságot, de én azt gondolom, hogy minden magyar sportoló számára ez egy meghatározó élmény volt. A közönség csodálatos volt, az úszoda szenzációs, és hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy erőt kell, hogy adjon a továbbiakban mindenkinek. Esetben mindig örök kérdés az, hogy kell-e együtt a medencés úszás és a nyílt víz? Hogy gondolkodsz erről? Hát úgy voltam vele, hogy nyilván azt akartuk 25 kilométeren, hogy talán összejött az érem. Ott is szerencsém múlik, hiszen ez sokkal rosszabbul is elsőhetett volna, de sokkal jobban is. Én azt gondolom, hogy milyen sokoldalú úszó vagyok, meg kell próbálnom olyan lehetőséget is, amik bennem vannak. Most ez lehet, hogy túl sok volt, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ilyen sokrétű versenyző nincs. Nyilván azért a specifikus edzéseket és a versenytávokat meg kell találni. Most egy pár nap pihenő, aztán megyek Univerziádére, és ott nyilván megpróbálok minél jobb eredményt elérni.